tisztelt, nagy érdemű közönség! Ma estve előadatik, így baráti körben, Szigligeti Ede úr komédiája, a Lilionfi. Minden szerepekben társulatunk becses tagjait láthatják, és így módon Szilvai professzor szerepében Fogarasi András urat, Kamilla szerepében Sudár Anna Mária kisasszonyt, Mariska szerepében Terescsik Eszter kisasszonyt, Kányai fogadó szerepében Béres György urat, Erzsike szerepében Zsák Judit kisasszonyt, Gyuri Pincér szerepében Kovács András urat, Lilionfi hős szerelmes és jellemszínész szerepében Kernács Péter urat, Szellemfi szerepében pedig jó magam. És most, hölgyeim és uraim, kezdődjék a játék! Most szállok le a kocsiról, a rongyos lámpáshoz szálltam. És miért nem szállt ide? Igazi stálunk nincs. De mit látok? Professzor úr gyászt visel, s engem nem is tudósít. Személyesen akartam meglepni az örömhírrel. Örömhír? Pál örökölt? Meghalt feleségem, oda reménységem. Meghalt? Mikor? Csak 2 hete. E szerint? Többé nem kell titkolózni. Nem, nincs többé Xantippe. És nem fog újra házasodni? Házasodni? Hogy megijeszt? Abszolváltam én a házasság iskoláját, örökös vakációt tartok. Mariskáért jövök. Képzelem, hogy megnőtt 8 év óta, mióta nem láthatom. Ugyan kérjem, hívja el. Próbán van. Micsoda próbán? A páduai zsarnok próbáján. Ki az? Darab, melyet eljátszanak. Kicsoda? A Mariska is. Mariska színésznő? De immortális, de már most semmi nem lesz. Mariska, velem jön. Nagyon helyes. Majd találkozik más. Tán ügyesebb a szerepre. És ön nem jön velünk? Vannak kilátások, melyek Kolozsvárhoz láncolnak. És vannak láncok, melyek által örömes leláncoltatjuk magunkat. Ezt nem értem. Szívem többé nem szabad. Ejj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 j
kisasszony? Ez lehetetlen. De professzor úr! És ki az a szerencsés? Szép ifjú. Nálam legfeljebb néhány évvel idősebb. Ah, szóval korombéli. Professzor úr, ő csak 23 éves. Szegény 23 éves fiatalember. De a dologra, miután Mariskától barátnőmtől válnom kell, tudni akarom a jövendőjét. Ön 8 éve fizet érte, ez itt szép, de gyanús. De kisasszony! Gyanús, mert hát ha az agyáskodás állarca, az csábító lappang. Szóval uram, tudnom kell, mi köze ez árvához. Tudja meg, ő fogadott leányom. És miért titokban fogadott? Miért kell a feleség előrejteni az árvát? Mindent kell tudnom. Lelkismeretem kívánja. Tudja meg, a leányasszonyt édesatya bízta gyámságomra. Ezt be kellene bizonyítani. Jó, most már úgyis özvegy vagyok, mindent tudhat, üljön le. Bárkai, a Mariska atya gyerekkori barátom volt. Midőn katedrálmat elfoglalandó Váradra utaztam, már akkor Mariska anyja nem élt többé. Az én Bárkai barátom ismét Fríre lépett ámorral. Új kedvese Emerencia volt. Az én Bárkai barátom elég vigyázatlan volt engem Emerenciának prezentálni, és amit előre képzelheti, megtörtént. Emerencia látott engem, én láttam Emerenciát, és mindketten oda lettünk. Ön beszeretett? Ez hihetetlen. Kérem, én akkor sem voltam rútabb, de akkor a hajam még szőke volt. És hogy lett ilyen fekete?
Mert Emerencia elhitette velem, hogy az arcomhoz jobban áll a fekete parók. És mi lett abból a bárkaiból? Nagy lelkű barát lemondott Emerenciáról, és én elvettem őt. De az esküvő előtti angyali, isteni Emerencia esküvő után valódi furibunda fúrja lett. Ő rajtam tölték ki szeszélyeit, én tanítványaimon csupa terciát adtam. Azelőtt ő emlegette a válást, és én kétségbe estem, ezután én emlegettem a válást, de akkor ő már hallani sem akart róla. Ön hűtlen barát volt, és méltán lakolt. A lelkiismeret méltán furdal érte. Innen magyarázható meg, hogy barátom halálás ágyánál esküvel fogadtam, hogy Mariskát nem hagyom el. Házamba vezettem szegény, elhagyott árva gyermeket, de ó, sors, otthon Emerencia azt mondta, hogy én. Hogy tudni, hogy vagy én megyek ki a házból, vagy a gyermek, de ő semmi esetre se. Tehát, hogy Mariskát neveltethessem, titkon kellene neveltetnem. De most már özvegy vagyok. Mariskát boldoggá teszem és férjhez adom. Kihez? Unokaöcsémhez, kéne, ősi a vajmiszállnak törvény szerint. Tehát, hogy mindkettőjükre szájának egy párrá kell lenniük. De ha nem szeretik egymást? Ne is szeressék. Szerelem, ahol nincs házasság, után megjő. Ahol pedig van, elpárolog. Exempligrácia, itt vagyok én. Öcsémnek már írtam Pestre, ő addig udvarban majd összeszoknak. De ha nem akarnak? Rájesznek a fiúra. Azt mondom, megházasodom, gyerekeim lesznek, és akkor majd ő elcseppen az örökségtől. Na de most meglátogatom Genderesi professzor barátomat. Addig készíts el Mariskát az útra. Kérem, arra nem lehet. Azt a szobát kiadtam. Kiadtad? Hát kinek? Egy színésznek. De remélem azok közül való, akik az apákat játsszák. Ó, nem. Ő szerelmes színész. Hát nem halál hírét Lilionfinak. Lángész, még csak fél éve színész, és már is jobb a többinél. De remélem ez az ajtó csak zárva volt ennek a Lilion szálnak. Ne aggódjék. Lilionfi mást szeret. Egészen más. És ki az a más? Az a más én vagyok. Szegény Lilionfi, neked is lesz Emerenciád? Ó, mi nagyepedve várlak! Végre karjaimba zárlak, szellembűs kortina húzó! Hol a pénz? A proporció. Nincs mindig, a deficit járja, semmi sincs a pénztárban. De jött neked két levél. Te nézd, van benne arca. Üres. Tisztelt Lilionfi úr. Elég soká voltam Bolondja, 17 forint 19 kreutzát mégsem küldte meg. Már most ne is küldj Egerbe, mert úton vagy a Kolozsvára. Készíts el addig pénzemet, haragszom az úrra, Gyuri a pincér. Haragszik rám. Ez bátyám keze. Ez Gáspár barátom küldi Pestről. Pajtáns Gyula, bátyád levelét küldöm. Itt senki sem tudja még hol kószálsz. Hitelezőid éppen kurrent átadni akartak, midőn bátyád levele érkezett, melyből láthatod, hogy ettől nincs mit félned. És egész bátorságban áldozsz a sztárjának. Hóhói, pénzről van szó! Lássuk a bácsi levelét. Öcsém! Fájdalmasan értesültem leveledből, hogy szabad szájnak élvén tüstént adósságba verted magadat. A leckét majd itthon meghallod. Kövess díj nagy kereskedőnek, írtam. Adóságaidat kifizeti. Tüstént ülj szekérre és siess haza! Itthon már kijelöltem számodra a jövendőbeli élettársadat, kit okvetlenül Élettársadat, kit okvetlenül el kell venned, különben tudd meg az örökséget veszted el, mert nehogy a szilvai család kihaljon. Magam házasodom. Emerencia meghalt. Engedelmeskedj, semmileg jól az ember, én pedig a te bátyád és gyámod, Szilvai Tódor, doktoret professzor publicus ordinarius. Hazamenni? Nem úgy, bácsi. Elég volt 10 évig csücsölnem otthon bezárva. Nem mondjak ezen felséges életről. A király,
Herceg vagyok. S egy krajcárunk sincs. Hol örökös a mulatság? És a koplalás. Házasodni, mikor igazi szerelmes vagyok, és éppen azon töröm fejem, hogy miként szöktessem el. Elszöktetés? Hárman szökünk, itt a kezem, kompádista leszek. De érts meg, ember, én nőül veszem őt. Ja, vagy úgy. De az öreg úgy csak ugyan megházasodik. A fia születik, se el sem az örökségtől. Na és ha nem lesz fia? Igazság. Hát halálja lesz. De mit is töröm a fejem azon, mi még oly messze van. Midőn a boldogságot itt közel csak egy ajtó választja el tőle. De hogy is csak az ajtó kulcsához? Hát hozas két jegyet, s ő majd át is. Ez az! Siess, repülj! De hát majd csak magam viszel. Igen, bátortalan. Pedig szeret. Bizonyosan szeret. A színpadról mindig rám nézett. Hogy adjam tudtára, hogy szeretem? A színpadról gyakran néztem rá, de ő lesüté szemeit. Természetesen, mert a mám is mellette ült. Vajon itthon van-e? Senki sem lát. Megnézem. Vajon ő az? Fekete szem? Ő az! Átnéz! Ő az! Diadal! Sóhajt! Értem, sóhajt! Vissza sóhajtott? Ó, ez az ajtó! Valami ürügy alatt megszólítom! Kopog! Ő kopog! Lilió fiúr! E hang! A szem ugye mariskája volt, de a hang... Kérem, mit játszanak ma? Ma? A hét közül a legrútabb lesz. Ahogy én is ott leszek! Nélike, igazán elmegyünk, ó, mi boldogság! Á, tehát megérkeztél már. Vége a próbának. Remélem az ifjakat kellő korlátban tartottad. Ej, kellenek is nekem, hiszen oly rosszul, de oly rosszul játszanak. Lilion fiúr egészen másképp játszik. Ez ő. Itthon van. Fontos közlendőm van. Hallom, nénikém. Most mit csinálsz? Forráshoz látok. Most figyelned kell. Így is figyelhetek. Bárcsak az ablakhoz ülnek. Bárcsak kinézem, mint ebben. Tehát jól figyelj. Nagyon figyelek. Anya. Kinek köszöntél? Tán ő? Kinek? Hát... Ez nincs senki. Hát annak a lakatosinasnak. Már mondám. Az afféléknek elég fejlett biccendeled. Mire a rendkívül nyájasság? Ne a dologra. Tudd meg. Bánunk kell. Bánunk? Tudom már. Szerepet tanulok. Árva vagy. Szülődet gyermekkorodban elveszítél, á, atyád barátja, akit ma meg fogsz ismerni. Marim! Szeretlek, megszabadítlak. Bár az bimboszorkány. Árgus szemekkel őrizzen. Elszöktetlek, s utol nem érhető. Bár pevetén és seprőn lovagol utánunk. Marim, te az enyém. Vigyázatlan. De hát, kedves néni, végre szabad jó tevőmet megismernem, hálámat elmondanom annak... Ne háborgassuk Lilion fiúrat! A szerepét tanulja, s a belesül ma este, milyen és ötlet hullánk, ész? Na gonosz, így adja tudtomra. Ó, ha szeretsz, Mari, adj jelt! Tudasd velem! Ó, hát hiába várok! Kétségbe essem! Meg akarsz ölni? Úgy, Isten veled örökre. Örökre. Nagy ég, mint adjak jelt? Elküldjem Mariskát? Mint adjak jelt? A hatalmas szerelemnek megemésztő tüzelánt, te lehetsz így a sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szép ragyogása, ebben hajnali tűz, ajakit harmad.
kemény nézek ki. De hát folytassa, kedves néni, el kell válnunk. Na, mindent elmondtam. Hogy küldjem el? Hoztál-e pamutot? Ott van az asztal alatt. Ha szeretsz, nincs igen. Most eldől a kocka. Semmi őrült sem jut az eszembe. Á, szervusz barátom! Nem jössz fel? Nem? Sajnálom. De hát fel egy kérdésemre. Szeret. Ó, boldogság! De hogy menjek által? Hol is késik a jegyekkel? Megvan. Mari? Mari? Ez a... szeret? A szereted? Bizonyosan rosszul van megírva. Mari! Katalin, tessék, Katalin nem mondhatja azt Rodolfónak. Szeretnek? Nem mondhatja neki te? Az nem lehet. De úgy van, néni. Szeretlek. Tisztes férjes nő, férjén kívül nem tekeződik senkivel. Éppen ellenkezőleg. Katalin a férjét mindig magázza, mert nem szereti. Az képtelenség. A franciában is úgy van. Én fogadni mernék. De hisz legjobban tudja Lilion fiú, áthívom, tőle megkérdezhetjük. Igen, csak ugyan. Most jut eszembe, hogy Rodolfot is magázza. Azaz, nem vagyok benne bizonyos, de Lilion fiú megmondhatná. De ugye okvetlenül szükséges áthivatnunk? Természetesen. Lilion fiú, itthon van. Parancsol valamit? Ha szíveskednék átjönni, tanácsára lenne szükségünk. Tiszta szívvel. Ezen az ajtón parancsolja. Méltóztassék. Jöjjön. Bizonyosan olyan vagyok, mint a pipacs. Aha, itt a két jegy. Nem kell több jegy, mert én. Nyitott ajtó van. Már kapituláltak? Csak kíváncsi vagyok. Kívántam alázatos tiszteletemet tenni. Kérettük. A Mariska nem sokára el fog utazni. Elutazik? Elutazik? Lehetetlen, hová? Nagyváradra. Nagyváradra? A műkedvelők előadásában én vállalom el Bragadini Katalin szerepét, a Mari helyett. Nagyság. A néni. A Mari Katalin. Hú, sára. A szerep érett nőt kíván. Mit vél? Nem leszek igen fiatal hozzá. Minden esetre néhány ráncot méltóztassék festeni arcára. Csak nem tudom kiokoskodni belőle, hogy Katalin azt mondja Rodolfónak, szeretem, vagy szeretlek. Ó, minden esetre előbb szeretem, aztán szeretlek, és végül szeretjük egymást. Ugye, kisasszony? Igen, igen, minden esetre szeretlek. És mit vél Mari kisasszony? Igen, szeretlek. Kedves Lilion fiú, én ellenállhatatlan szenvedélyt érzek a színészethez. És Mari kisasszony? Ó, én is. A kisasszony senki nem kérdezte. Már rég színésznő lettem volna, de hát hölgynek egyedül, oltalom nélkül. Igen, veszélyes ez a pálya. Különösen, hogyha szép és fiatal. Nagycsád, erényei biztonságban vannak. Ezek szerint nagycsád, nincs előítélettel irántunk? Én? Dehogy! A nagycsád megegyeznék. Egy javaslatom volna. Igen? Állítsuk társaságot. Ó, én kész vagyok! Mari kisasszony játszana a fiatal szerelmeseket velem. Már mondtam, a Mariska nem jöhet velünk! Nem? Ej! Pedig nagycsád a vénasszonyokat olyan jól játszaná, még ráncokat sem kéne festenie. Egy szó, mint száz nagycsád. Én őszinte fiszkó vagyok. Mari kisasszonyból felséges színésznő válnék, és én ezennel jobbjáért könyörgök. Adja ránk anyai áldását. Anyai áldásomat sem bátorkodik! A Mari kisasszony, hiszedjük az imént. Az imént mondám, hogy nem szenvedhetem a színészeket. S hogy ismer ide jönni, mi szemtelenség? Hiszen maga hívott. Én? Mariska, hallod? Én? Igen, igen, a néni. Hát azt hiszi, nagycsád. Nem vettem észre, hány ütött az óra. Mari kisasszony, én szeretem önt, s ön szeret engem. Meglátom kiállatunkba. Még ma ki... Kicsoda sietott? A Mari... És kibe? Szerelmes? Megmondtam, hogy az lesz a komédia vége. Eltalálta. Színész beszerelmes. Színészbe? Hát igaz ez? Mi joggal kérdezi ezt, uram? Mi joggal? Hát nem mondtam.
neki a kisasszony? Volt is idő. Hát így öltötte. Lehet is egy leányt őrzeni, főképp ha szomszéd szobában. Mit? Lilium fi? Igen. Lilium fi? Hát ennek a kisasszony az oka, egyedül ön. Én? Mert a jó példával előre ment, ezért felelettel tartozik. Micsoda? Én feleljem? Igen. A Mari tud franciául. Táncol, var, hímez, zongoráz, énekel. Ha mit kíván többet? Nem azt szeret, én feleljek? Ha miért nem szebb fiatalabb ön, drága professzor úr, akkor majd önt szeretné. Csak tessék elvinni, én leveszem róla a kezeimet. Őrizze! Adja feleségül! Vegye feleségül! Ha semmi közöm! De engem? Felelősségre vonni? Magát? Egy óra múlva remélem nem találunk itt. Hát ő? Drága, szerelmes, kerlicepár! Mit hallok? Tehát nagybátyám neveltette? Titokban? És pedig magának? Hú, fúria! A Venecia! Minden ajánlották, azt mondták, istenfélül nevelt a világról lemondott végkisasszonyként! Vagyis az Isten szerelmének érdek. Hát nem ismersz meg? Hát én vagyok a szilvai professzor, én neveltettelek, boldoggá akarlak tenni, de hát csak ugyan szerelmes vagy. Uram, a hála, én tisztelem önt, de a szív... A szív, ne higgy annak, mondd el arról a jöttmentről! Én foglak boldoggá tenni! Mindent megteszek, csak ezt ne kívánja! Az öreg úr kosarat kapon! Mi kacag itt? Há, itt hamar a jól madár! Most hát még egyszer kérdelek, lemondasz erről a jöttmentről? Inkább életemről. Így vagyok. Uram, bátyám házasodni akar engem az örökségtől előtni, és pedig kedvesem által. Ho-ho! Hát parancsolom! Érted? Parancsolom veled, jössz váradra! Inkább színésznő lesz. Nésznő? Dimortales színésznő? De szólnom kell az a mákvirággal, majd ráéjeztek autoritásommal. Uram, itt hol van el? Ide akar jönni. Na még csak ez hiányzik. Most mit tegyek? Nem haja, uram! Nyisd csak ki! Szellemfi! Te fogod ott képenben és mullalájról, érted? Csak rám kell bízni! Bocsáss be! Én az ott mariskához lopodzom! Há, megszeppett a fickó! Há, nem hallja, uram, hogy nyiss csak ki! Csak magád, bocsáss be! Fiú, ügyes légy! Kicsoda ön? Szilvai professzor! Tessék! Tudja meg, uram! Én haragomban rettentő vagyok, ha valami desperátus! Uram, miért zárja be az ajtót? Reszkes kapulett! Csodálatos! Kiontom vérét! Ha záruló, halni fog! Alás szolgálja! Elnézést Lilium fiúrhoz van szerencsém? Van szerencséje! Lilium fiúrhoz? Személyesen? Ó! Az úr Lilium fi? Az úr? Na hát ki volnék más? Tehát az úr Lilium fi? Csak nem ismertán? Nos igen, ha megengedi. De mit tudnak ezen szeretni a lányok? Termet, járás, tartás. Lássuk közelebbről. Bizonyosan ismer. Na de hát? Ki ne ismerné? Szellemfit. Nem, Mendéla. Még Emerencia is szebb volt, pedig asszony vala. De hát, mit bámul Domine Clarissime? És az urat szereti Mariska? Halálosan. Uram, este is így szokott kinézni? Igen, különösen. Sötétben. Nem, ezt a pofát Rafael se festeti szemre. Ez az ember vak. Istenem, minő kezekbe jutik? Ennek a vén professzornak a felesége legyek. Csupa hálám. Uram, egy propozícióm volna. Hallgatom. Tudja meg, ön nem szeretheti Mariska igazán, s ezt így demonstrálom. Ha az ön orrára néz, azon a borvirágot látja, és ez nem a szerelem rózsája. Ergo, ön semmi esetre se szeretheti Mariska. Probo majorrem, nézen a tükörbe. Probo minorrem, a veresor rendszerít a részegességére, a veresor pedig nem szeretett a néméltó, tehát mihelyest egyszer önt részegen látja Mariska, vége az illúziónak, vége a szerelemnek, ergo mondjon le. Se azt mondom az úrnak.
A bor és a szerelem elválhatatlan két testvér. Mert már a Bátori Máriában is azt éneklik. Éljen a bor, szerelem. Jó, tehát... És az Abbában is. Higyál, higyál, higyál. Igen, tudom. És a Fradia Bollóban is. Bort pohárba tehetsünk, Ergő, az én veresórom. Szeretetre méltó. Kérem, tagadom a majort, a minort átengedem, a konzekvenciát megállom, és ön nem fog szeretetni, édes Lilion fiúr. Ej, uram! Hát nem az orra mért, szeretnek énkemet a nő. Úristen. Nézze meg ezt a tartást. Ezt a mosolyt. Ezt a kacsintást. Zigtum faktum, elszöktetem Mariskát. Borzasztó ember. De Mariska nem fogja követni! De én nagy lelkű leszek, ha ön a zsebébe nyúl, átengedem a szizet. Lemond, ilyen könnyen? No, vagy elszöktessem. Ellenkezőleg? Keresek más szeretőt. Hát és bizonyosan talál, az is szeretetre méltó ifjúi alkibiadész. Igen, csak tudja, a veres orrom miatt vannak némi aggodalmaim. Ó, hát a veres orra, de a veres szín a legszebb, vagy a Adjon 50 pengőt úti költségül, aztán tőlem adja ki a filozófiai rendszeri előfizetés mellett, s én ígérem, hogy el nem olvasom. De lemond Mariskáról. Én örökre. Írásban? Akár. Nyomtatásban. Akkor üljön le és írjon. Írok. Na kérem az úti költséget. Úti költséget? Pénzt? Igen. Vagyonászolgálja? Ellekezőt. Én vagyok. De nem mehetek, mert a nevelőnő az előszobában duzzog. De tudd meg, édes Marin, az öreg úr nem gyámod, hanem férjed akar lenni. De kövesd őt váradra. Én megszültetlek, miért pénzem lesz. Mert pénzem köszöpni nehéz. De fogsz-e követni? Természetesen, ahol összeesküszünk, mint illik. Igen, igen. Szabadíts meg! Isten veled. Várod, látjuk egy kövest. Isten veled. Allul iroti nyilvánítom! Nem nyilvánítom! Vagy Berkai Marit? Hogy Berkai Marit? Marit! Nem szeretem! Csak bolondá akartam tenni. Feleségül venni eszen ágából sem volt, pont. Sem volt. Szörnyi ortográfia. Tográfia! Na, most nem tudom! Adjon még 10 pengőt, azt is odaírom, hogy házas vagyok. Mert én kérem, házas vagyok. Ház és feleség nélkül is. Jó, itt a 10 pengő. Ez bizonyosan használni fog. Mindjárt kész vagyok. És azonnal indul, és nem várat felé. Ó, nem. Egyenesen Konstantinápolyba. Ugye is megtanulást kaptam a szultántól néhány vendégszerepre? Hiszen én ilyen... Ja, hát kulisszahasogatónak, no, alászolgálja. Itt van, Mariskám, itt van? Olvasd és pirulj! De hogy is tudtad szeretni? Hát hová tetted a szemeidet? Ismerd meg a hálátlant! Ruhatárom, de menj a házba. Hát, de... Íme úti költségül. Micsoda? Az öreg urat a lemondási Liliófinak. Tehát nekem? Kérem, a lássan is nekem. Tehát mindkettőnknek. De lássuk, mi történik oda át. Nem, ez lehetetlen. Pedig úgy van. Ez a legjobb, és ezt nem írhatta ő. Hát hazudom én. Ezt nem írta, én nem hiszek ennek, és nem fogom őt követni. És a szemedbe mondja? Más fog szemembe mondani. Na majd meglátjuk. Uram! Ezzel menj tőle. Nos, melyikünk felejem? Felejtem. Mit akar ön? Mariska nem hiszi, amit írt, jöjjön át és mondja a szemébe. Ingyen! Nem járja. Adok 10 pengőt. Siess, de összeden légy. Megyek már. Hiszen ezt ellenfi. Ó, most már értem. Mondja a szemébe. A kisasszony kompromittált. Mit is szeretnék én magán? Mit is képzel, hisz magánál sokkal szebb a szobaleány? Hallod ezt, te boldogtalan?